Nem látjátok? Ez a fény csinálja a képet, és ez a kis pöjtény. Egy szegedi műteremben tanította a portréfotózás szabályaira és trükkjeire Szipál Márton a résztvevőket. Mindent édesapjától tanult, de sokáig gyűlölte a fényképezést, fel sem merült benne, hogy ebből fog megélni, ez teszi őt híressé. Ma már azzal foglalkozik, hogy átadja, amit édesapjától kapott. Tanítani nagyon szeretem, megmondom őszintén, 16 éves koromban a piaristáknál katolikus pap elmondta a darwinizmus és az evolúciót. Hát, hogy még se születtél, akkor ilyenre gondoltál, becsuktak börtönbe. És én elhittem. És most is azt hiszem, hogy megtanítom 5 embert fényképezni, inkább jutok a mennyország, mint hogy elmegyek a templomba és másfél órát imádkozom. Szerintem ez nagyobb feladat, hogy az evolúciót segítem. És ha lehet, bárkinek a legjobb tanácsot adom oda. És Isten ments, hogy félrevezessek valakit. Tudatosság és precizitás, ez jellemzi Szipál Mártont. A kiváló portréfotós szerint 1 milliméter is számít, egy arc ugyanis csak is egyetlen beállításban és megvilágítással tökéletes. Szerintem a művész az egy művet csinál ésszel. A fényképész fényel és ésszel csinál egy művet. És azért csinálják a művet, mert ezek a művészek borzalmas hiú emberek. És azt akarják, hogy a művüket lássák. Ezt csak meg lehet, úgy látják, annak geometriai formája van. Az egész világ geometria, matematika. Ezt valaki tagadja, akkor nem tudom elképzelni, hogy tudok elmenni a Holdra. A világ nem matematika. A matematika és a geometria előbb volt, mint a matematika. Szóval azt akarjuk, hogy ránézni egy képre, vagy egy házra, vagy egy szoborra, vagy bármire, annak geometriailag szépnek kell lenni. Az, hogy milyen fényképezőgéppel dolgozunk, másodlagos. A lényeg, hogy a fények és a beállítás tökéletes legyen. Ha ugyanis geometriailag nem szép a kép, akkor nem is művészi alkotás.